Kismányokon gyűlt össze a bukovinai székely közösség. A magyarok nagyasszonya templom zsúfolásig megtelt idősekkel és fiatalokkal, sokan csak kívülről tudták meghallgatni a szentmisét. Az eseményen Keresztes Andor celebrált, aki többek között Prohászka Ottokár püspököt idézve a szeretetről beszélt. A szeretet döntés. Rajtad múlik, hogyan döntesz. Szeress áldozattal, szeress kifogyhatatlanul. Ne hagyd magadat legyőzni a nehézségekkel, a könnyel, a sikertelenségekkel. Szeress, és jobb lesz a világ. Gyönyörűen fogalmaz Prohászka, hogy a szeretet az döntés. A mai ünnep magyarságunktól elválaszthatatlan. Szűzanyát a magyarok nagyasszonyának tiszteljük, hiszen innen a Szent Istváni múlt. Keresztes Andor beszédében a hálaadás fontosságát is hangsúlyozta. Aranyhegyen ülő koldusok vagyunk, mert nem becsüljük meg azt, amink van, s azután sírunk, amink nincs. Elfelejtünk, testvérek, hálát adni. Mindig csak kérünk az Istentől, a búcsúkba is sokszor visszük a kéréseinket. De hát nem így volt ez az Úr Jézusnál is. Nem meggyógyította a 10 leprást, és egy ment vissza megköszönni. Ne legyünk hálátlanok. Köszönjük meg az életnek a kicsi apró örömeit is, amik bennünket előre visznek. A több, mint egy órás szentmisét követően a hívek átvonultak a székely portára, ahol az emlékkiállítást Kóka Rozália nyitotta meg. A tárlat régi tárgyakból, fotókból és ruhákból állt. Ezzel Németh Kálmán, Elekes Dénes és Sebestyén Antal plébánosok emléke előtt tisztelegtek. Ezek nélkül a csodálatos papi emberek nélkül alig ha állnánk itt bukovinai székelyként. Azt nem tudom, hogy milyen faj lennénk, és milyen szerzetek, de az bizonyos, hogy nekik köszönhetjük, hogy Bukovinában nem vesztettük el a magyarságunkat. A közösség a portával egy olyan lelki központot szeretne létrehozni, amely a bukovinai székelyeknek lehetőséget ad arra, hogy közösen megünnepeljék a búcsút, mondta Illés Tibor, a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének elnöke. Úgy tűnik, hogy most már minden évben sikerül valamit átadnunk, ugye tavaly a csőr lett átadva, az készült el, amely arra gondolva, hogy majd ugye a néprajzi tábor keretén belül tudnánk használni. Tehát nem múzeumot szeretnénk, hanem mindenképpen úgy használni. És hát az idei évben meg az atyákról emlékeznénk meg, azokról, akik a bukovinai székelyekkel együtt jöttek, ugye Bácskába, majd onnan egyrészt volt, akinek sikerült, volt, aki később, mint például Elekes atya, ugye egy picit később tudott kapcsolódni hozzájuk, de mindenképpen itt élt utána közöttük, mint akár Németh Kálmán, ahogy mondtam, Sebestyén Antal, Elekes Dénes atya. A napot délben közös ebéddel és kulturális műsorral zárták.